A kékek játszották a tőlük megszokott fegyelmezett terület lezáró, a kontrákra épített játékokat, a szekszárd pedig megpróbálta a stílusa részét képező mélységi befutásokkal, ütempasszokkal föltörni a böszörményi reteszt. De ezt nem csinálták olyan hatékonysággal és olyan pontossággal, mint az alapszakasz megnyert rangadóin láthattuk a lányoktól. Abszolút kitámadott az utolsó 5-6 percben a sárga alakulat 0-1-nél, kockáztatott azzal is, hogy a rózsaszín mezben védő, válogatott kapuvédőjük Hargas Anasztázia is kijött a mezőnyben és aktívan részt vett a passzjátékban. A csapatot Bonyhádra elkísérő félszáz turkoló is még jobban űzte, hajtotta megyeriéket, de az egyenlítés helyett jött az újabb, az elődöntő első összecsapását végleg eldöntő Fekete Leves, a második hajdúsági gól. Létszámban megvolt hátul a szekszárd, de a középre lőtt labdára nem reagáltak kellő gyorsasággal, frissességgel a hazaiak. 2-0-ra nyert a legutóbbi két év bajnoka az idei elődöntő első mérkőzésén, és így az összesítésben 1-0-ra vezet. Kiélezett mérkőzés volt, és erre számítottunk. A szekszárdon mindig nagyon jó, izgalmas és kiélezett összecsapásokat játszunk, és én is úgy gondolom, hogy mi egy kicsivel is, de közelebb álltunk ma a győzelemhez. A védekezésünk nagyjából egy-két megingástól eltekintve rendben volt. Helyzeteink is voltak, amiből kettőt sikerült értékesítenünk, ez most szerencsére elég volt a győzelemhez. Micskó Márk vezetőedző a mérkőzés előtti nehézségek ismeretében, vereség ide vagy oda, nem volt elégedetlen lányai teljesítményével. Mi hiányzott? Hát a gól. Tehát megvoltak a helyzeteink, Böszörmények nem volt több helyzete, mint nekünk, ő értékesítette, nálunk kimaradt. Ez van, ez egy vérbeli elődöntő volt, én úgy gondolom. Én büszke vagyok a lányokra, mert az utolsó pillanatig harcoltak, küzdöttek, rengeteg nehézséggel küzdünk. Aki tudja, ismeri a csapatunkat, az tudja. Ugye sorsdöntő mérkőzésünk van, amit nem tudunk otthon játszani. Még az is kérdéses volt, hogy meg tudjuk rendezni itt a mérkőzést. Nagyon szépen köszönöm a szurkolóknak, akik kilátogattak, akár Bonyhádról, akár Szekszárdra, akár más városból, falvakból. Nagyon szépen köszönjük a biztatást. Jelzem nekik, hogy ez pár arc nincs lefutva. Gancer Hajnalka a két hét múlva esedékes visszavágón már ott lehet végig a pályán. Ez jó hír mindenképpen a szekszárdiaknak, kevésbé az ellenfélnek. Tudjuk, hogy a Hajné egy nagyon, nagyon jó ballábas játékos, nagyon jó a rugó technikája, tehát nála a pontrugásoknál, a lövéseknél nagyon kell figyelni, és fel szoktam természetesen hívni a lányok figyelmét rá. A két csapat idei eddigi összmérlege egyébként döntetlen. Két X után egyszer már az alapszakaszban nyerni tudtak Micskóék Böszörményben, és most nyert először, igaz, nagyon fontos meccset, és a legjobbkor a bajnoki címvédő. Miért ne nyerhetnének vendégként újra a szekszárdiak? Ellenkező esetben persze tudjuk, elúszik a bajnoki döntős álom a Szekszárd FC csapatánál.